Vallási fúvós zenekar néhány héttel ezelőtt érkezett vissza a németországi Brilonból egy minősítő versenyről. Mit jelent pontosan ez a minősítés, és miért fontos a zenekar életében? Hát, hogy pontosan mit jelent ez a minősítés, a zenekar meghívást kapott Észak-Rajna-Vesztfália tartomány fúvószenekari találkozójára, illetve minősítő fesztiváljára. Ez a minősítő fesztivál minden harmadik évben kerül megrendezésre. Legutóbb 94-ben voltunk Erkelencben, és most 97. április végén pedig Brilonban, ez Hochsauerland, a tartomány egyik területe, ahol megrendezésre került. Hát, hogy mit jelent a zenekar életében, valahol gondolom én leméri a fejlődésünket, jelenkori szakmai tudásunkat, és a mostani kategórián beindultunk, ez már egy előrelépést mutat, mert 3 éve az alsófokban, az alsó osztályba indultunk, most pedig a középkategóriát céloztuk meg, és hát sikerült is nagyon jó minősítést elérnünk a minősítő fesztiválon, ami a kategórián belüli rangsorban felülről a második. Hogyan zajlott maga a verseny? Kötelező számokat kellett játszani, vagy pedig a zenekara maga által választott darabokat adta elő? Egy kötelező darab volt, amit a zsűri határozott meg, ami minden kategóriában egy-egy darab volt, és egy önállóan választott darab, amit a zsűri elfogadott, tehát ami a kategóriának megfelelő darab volt. Ez a két számból állt össze tulajdonképpen a versenyre a műsorunk. Milyen élményekkel gazdagodtatok a németországi út során? Hát nem csak Németországban voltunk, hanem Németország felé igyekezve megálltunk Prágában is egy rövidke kis városnézésre, ahol megnéztük a várat, utána folytattuk utunkat, és eleget tettünk a Stolbergi látogatásnak, ahol a lányok hát egy nagyon szép szállodában voltak elszállásolva, a fiúk pedig családoknál. Korábban talán pár szülőnek gondot jelentett az, hogy egész fiatal gyermekét a fúvós zenekar tagjai közé sorolja, akik ugye főként felnőttekből állnak. Neked milyen érzés volt először ide kerülni? Az én szempontomból ez egy nagyon jó lépés volt, mivel elég sok idősebb ember van itt, akik szerintem szüleimmel jó kapcsolatban állnak, és ők segítettek engem felkarolni. Az első pár hónap az igazán nehéz volt bekapcsolódni ebbe a társaságba, de aztán a zene révén igazán jól megismertük egymást, és úgy gondolom, hogy ez a nálam fiatalabbaknak sem jelenthet már gondot, hiszen főként a zenekar talán 50%-át most már fiatalok teszik ki, és a fiatalok összetartása azért a zenekart magasabb szintre emelik. Tehát akkor pátyolgatjátok azokat a fiatalokat, akik ide kerülnek, ugye? Mert látom azért a soraitok között több jóval fiatalabb fiú és lány is ül. Igen, hát mi idősebbek, ha mondhatom ezt. A kisebbeket, 10-12 évesek, akik újonnan érkeznek a zenekarba, megpróbáljuk őket felkarolni, segítünk nekik. Persze, hogyha ők is nyíltan jönnek hozzánk. És ezt szerintem nyugodtan mondhatom, hogy az idősebbek is ugyanezt megteszik.